Sziasztok, Kingek! Időről időre felfel bukkannak Magyarországon történelmi témájú, főleg II. Világháborús erszakjátékok. Sajnos ezek a rendezvények nagyon kevés esetben mutatnak lényegi különbséget egy úgymond átlagos wargamehez képest. Német oldalon a multikemes operátorok támadnak M4-jel, szovjet oldalon pedig a semmagos baseball sapkás milíciák lőnek vissza zenitkós kalasnyikovokkal. Aztán lehet, hogy felbukkan egy-két autentikus felszerelésbe öltözött játékos is, aki a maga forgótolózáros ismétlő puskájával komoly tűzerő hátrányban lesz. Annak, hogy Magyarországon többnyire nincsenek valódi kórhű feelinget nyújtó történelmi játékok, alapvetően szerintem három oka van. Nyilván az első és legnagyobb ok anyagi jellegű. Teljesen autentikus II. Világháborús felszerelés ugyanis nehezen áll meg 300-400 ezer forint alatt. A másik technikai, nagyon kevés a legalább használható minőségű, elérhető áru airsoft replika. Harmadik pedig egyszerűen az, ezeknek a játékoknak a szabályrendszerei általában implicit módon azoknak kedveznek, akik nem történelmi felszerelésben játszanak. Valójában egyik sem áthidalhatatlan probléma, most ebben a videóban el fogom nektek mondani, hogy miért. A hétvégén egy olyan rendezvényen voltunk, ami szerintem nagyon sok szempontból előremutató koncepciókat fogalmaz meg a történelmi játék szervezés területén. A BSA Csernaja Zvezda Tempelhof nevű rendezvényen voltunk, ahol a játék az 1945-ös berlini csata utolsó óráit elevenítette meg. A szervezők legnagyobb innovációja szerintem az volt, hogy úgy rakták össze a szabályrendszert, aktívan arra késztessék a játékos állományt, hogy jöjjenek történelmi felszerelésben. Kapásból 1000 forint kedvezményt adtak mindenkinek, aki történelmi, vagy legalább annak tűnő felszerelésben jött, emellett egyes lövésre korlátozták a nem történelmi fegyverek tűzgyorsaságát. A nem autentikus felszerelést viselő játékosok még karszalagot is kaptak. Ez a pár apró szabálymódosítás számomra meghökkentő eredményt hozott. A német oldal körülbelül 80% autentikus, vagy legalább annak tűnő felszerelésben jelent meg játékon. Szövetséges oldalon is volt egy jó 20%, aki kórhű cuccokban jött. Szervezői oldalról tehát szerintem elég komoly erőfeszítés történt annak érdekében, hogy a történelmi gírek használatát erősítsék és kiegyenlítsék a tűzerőben látható különbségeket a történelmi és modern fegyverek között. Nyilván ezt a szabályrendszert azért toldozni-foltozni kell még a jövőben, hogy jobb legyen a balansz, de szerintem a Tempelhofon a fundamentumok nagyon jól sikerültek. Hab volt a tortán, hogy egyéni rádiót sem lehetett használni, csak a kijelölt zónákban, mivel ugye a világháborúban nem volt minden katonánál egyéni rádió. Futárokkal kellett üzenetet továbbítani a parancsnokság és a műveleti csoportok közt. A BSS srácok játékaiban én egyébként azt szeretem a legjobban, hogy az urak elképesztően képesek magukat beleélni az adott történelmi helyzet, játék szituáció szerepkörébe, ez a lelkesedés pedig általában a játékosokra is átragad, így nagyon feelinges játékokat tudnak szervezni. Megpróbálunk innen kitörni. Létrehozunk egy koridort a kék vonalon át, ahol a civilek el fognak tudni menekülni. Na, beszéljünk még egy kicsit a dress code-ról és a világháborús felszerelések kérdéséről, mivel hozzám hasonlóan biztos sokan vannak, akik szeretnék látni, hogy egy ilyen játékon minél nagyobb legyen azoknak az aránya, akik legalább távolról történelminek tűnő felszerelést viselnek. Őszintén megértem, ha valaki nem akar sok százezer forintért megvenni egy tökéletesen autentikus II. Világháborús gyakorlót, csak azért, hogy évi egy-két alkalommal airsoftozzon benne. A jó hírem az, hogy ennél lényegesen olcsóban is tudsz szerezni kórhű vibe-ot adó felszerelést, meg is fogom mutatni, hogyan. Magyarországon tapasztalatom szerint a legegyszerűbben szovjet és német gyalogsági gyakorlóra hajazó szetteket tudunk összeállítani. Én eddig főleg a német felszerelésemet építgettem, egész egyszerűen azért, mert ezt tudtam a legegyszerűbben beszerezni. Mostani szettem egy Miltek Splittertán Müster mintás gyakorlóból áll, ez egy jóval a II. Világháború előtt 1931-ben rendszeresített álcaminta, melyet az 1980-as években Amerikában rendszeresített BDU szabás mintára húztak rá. Ezt a gyakorlót rengeteg hazai katonai boltban be tudott szerezni, gyakorlatilag gombokért.
Erre jött még rá egy AliExpress-es M43-as feldműce, vagyis tábori sapka, két darab Taiwan Gun-os UMP tártartó és egy műanyag Stahlhelm replika. A teljes szett tókkal vonóval valahogy 35 ezer forint körül megáll. Ha nem találsz Splitter Tant, szerintem életképes alternatíva még az akár filérekkel beszerezhető svájci albán alpenflázs, vagyis TOZ83-as egérval. Ennek a gyakorlójának az álca mintája szinte teljesen megegyezik az 1945-ös német Leibermüsterrel, és a szabás mintája is archaikusabbnak tűnik. Aztán itt van annak a ténye is, hogy a régiónkban számos Németország által inspirált katonai egérből született a háború utáni évtizedekben. Kristóf barátom például egy régi osztrák gyakorlóban játszik. Először is vettem egy feldműcét a légiós militariban, egy osztrák gyakorlót ugyanitt, egy Bundeswehr nadrágot egy katonai mintaruházatboltban. Ha egy kicsit többet szánsz rá, AliExpressen is érdemes lehet körbenézni. Ha szimplán csak annyit érsz be, hogy VV2 uniform, 30-40 ezerért már egész jó reprok vannak, amerikai, német, szovjet oldalra is. Én innen eddig csak sapkákat próbáltam, de ezzel teljesen elégedett vagyok. Bár még a projekt kezdetén járok, szerintem egy világháborús szovjet gyakorlót sem nehéz összehozni. Van hozzá már egy pilotkám, ezt még megtervezem toldani egy vászonköppennyel, aztán egy egyszerű turis ink plusz nadrág kombóval. Kis kreativitással ezt a teljes felszerelést reményeim szerint egy 10-esből ki fogom tudni hozni. A korrektség kedvéért fontosnak tartom hangsúlyozni, ezek a felszerelések tökéletesen alkalmatlanok második világháborús hagyományőrzése és történelmileg hitelesnek nem nevezhetők. Te viszont nem hagyományőrizni mész, hanem egy második világháborús tematikájú airsoft játékra készülsz, ahol a szervezők és a játékos társaid is értékelni fogják, hogy nem egy újabb multikemes operátort látnak a machine-geveres meg dávágitáros katonák közt, hanem legalább megpróbáltál úgy öltözni, mint egy 80 évvel ezelőtt szolgáló katona. Na most jöjjön a legnehezebb kérdés, a fegyver. Pontosabban fegyver replika. Nekem eddig mindössze két második világháborús AG-gel van pozitív tapasztalatom. Úgy látom, hogy ezeket viszonylag kis munkával használhatóba lehet tenni. Az egyik az AGM MP44 vagy Sturmgewehr 44 replika, a másik pedig a Cima Thompson. Az összes többi automata fegyver, amit próbáltam, vagy teljesen rossz dobozból kivéve és rövid időn belül rengeteget kell szervizelni, vagy csillagászatként drága. A tragikusan rossz AGM MP40-ről külön videót is csináltam nemrég, szerencsére azóta Kristóf barátom életet tudott bele lehelni, jó néhány munkaóra árán. Szintén szörnyen rossz tapasztalatom van a PPS 40 replikákkal, én ebből egy hexagont próbáltam, de itt van Hunter barátom is, aki azt hiszem valahogy egy 100-as körül költött az SNT PPS-re ahhoz, hogy használható legyen. A forgó tulózárosok elvileg műszaki szempontból jobbak, de tűzerű hiányba kerülsz, ha olyan emberrel találod szembe magad, aki félautomata, automata replikával játszik. Ettől függetlenül egy kis tuninggal lehet az ismétlő puskából is használható fegyvert építeni. Van Magyarországon is egy úriember, aki árul hozzá kész tuning alkatrészeket, Bolt Action Dude vagy Historical Airsoft néven fut. A boltjának linkjét bedobtam a leírásba. Ha tetszett ez a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornánkra. Ha megjegyzésed, javaslatod lenne, vagy akár vitába szállnál bármivel, amit mondtam, hagyj egy kommentet és igyekszem válaszolni rá. Végül sajnos a YouTube kedvéért muszáj megjegyeznem. Ebben a videóban semmilyen politikai jellegű tartalom, felhívás nincs, és elhatárolódunk minden valós ideológiától, emellett a felvételben nem szerepelnek valódi fegyverek sem. Ennek a videónak kizárólagos célja a magyar airsoftos közösség fejlesztése és a sport népszerűsítése. Mindezt teljesen önkéntesen, szponzoráció nélkül tesszük meg. Köszönöm a figyelmet, kedves barátaim! Áldott szép napot kívánok!